utolsó kérdés, hogy kicsit furcsa kérdés, de nagyon kíváncsiak vagyunk rá. És van egy bónusz kérdés, erre nem muszáj válaszolni, ezt csak így a vicceség kedvéért megkérdezzük, hogy kicsi bizarr, de szokott-e pukizni bableves után? Erre nem válaszolok, erre a kérdésre. Azaz, hogy szokott-e szellenteni bableves után? Mi után? Bableves. Igen. Hogy a viharban-e akkorákat, hogy lemegy a kalapja? Persze, hogy igen. Ez egy természetes fiziológiai történet, meg minden mellett még kellemes is. Hogy szokott esetleg pukizni bab evés után? És ki nem szokott? Hát valamikor igen, valamikor nem. Ez attól függ, hogy milyen bab, meg hogy mennyit eszek, mikor eszem. Nem figyeltem még meg. Nem szoktam bableves után. Jó kérdés. Tényleg nem tudom, mert ritkán eszem bablevest. Szerintem annyit nem eszem, hogy ez előforduljon. Nem tudom. Erre nem válaszolok inkább. Kihagyom. Nincs másik bónusz. Szokott-e pukizni bableves után? Általában igen. Igen. Erre válaszolok nagyon szívesen. Igen, szoktam. Nem. Nem tudok róla. Szerintem biztos. Minden ember szokott. Szokott-e pukizni bableves után? Hát szoktam, de nem feltétlenül bableves után. Hát most az igazat kell válaszolni, vagy ami a kamera? Igen, de amúgy nem szeretem a babot. Lehet, hogy pont ez az oka, de a zöld babot szeretem, de azt a másik fajtát, azt nem. És van egy bónusz kérdésünk is, arra nem muszáj válaszolni, hogy szoktatok-e pukizni bableves után? Persze, abszolút. Igen. Jó sok, és amúgy a lányok is. Ők nem vallják be. Igen. Akkor köszönjük a szereplést. Köszönjük.